Február 1-e óta ismét Törökországban edzőtáborozik a Nyíregyháza Spartakusz. A csapat idén már eltöltött egy hetet Belekben, úgyhogy a szakmai stáb és a játékosok ismerős környezetben kezdték el a bajnokság előtti finom hangolást. A körülményekre nem lehet panasz, a futballisták pedig az edzések mellett 4 felkészülési meccsen javíthatják formájukat. Nagyon nagy pozitívum, hogy az ellenfelek erőssége az pontosan olyan, amit vártunk. Tehát itt a nemzetközi futballból is kapunk bizalítőt, tehát tényleg kemények, gyorsak, agresszívek, minden csapat modern futball játszik már, úgyhogy minden edzőmérkőzés sokkal nagyobb iramú, mint akár otthon egy-egy ilyen jellegű mérkőzés. Nyilván az időjárási körülmények miatt is, mert hát mondom, mind más-más futballkultúrákkal tudunk összecsapni, és ez egy nagyon-nagyon jó felkészülési folyamat most nekünk a bajnokságra. A Spari már túl van 2 mérkőzésen, a román másodosztályú Sepsi OSK-t 1-0-ra, az orosz első osztályú FK Orenburg 21-es csapatát pedig 3-1-re verte Weber György együttese. Keresem a legideálisabb kezdőcsapatot, a szerkezetünk megvan, jól haladunk, 2 mérkőzésünk volt, mind a 2-t megnyertük, ami a legfontosabb, és bármilyen furcsa, hogy itt a támadójátékot fogom én abszolút az előtérbe helyezni, de elsősorban most az a legörömtelibb dolog számomra, hogy a csapat ráérzett arra az azonnali visszatámadásos területszűkítéses játékra, amivel tulajdonképpen a védekezést úgy most stabilizáltuk. Egy gólt kaptunk a 2 meccsen, ezt is a mi kirúgásunk egy óriási hiba után, hogy gyakorlatilag alig-alig jutottak át a térfelünkre az ellenfeleink, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komoly jó dolog. A Nyíregyháza Spartakusz még 2 edzőmeccset játszik Belekben, az orosz első ligás Anzsi Mahacskala és Energia Vlagyivosztok ellen lépnek pályára Rudolfék. A Spari pénteken utazik haza Törökországból.